Jaj, ez a hajsza, micsoda hajsza, a hajam égnek mered, mint a macska bajsza. Rohanok erre, rohanok arra, soha egy perc nyugalmam nincs, csak szaladozás. Öj, esküszöm, hogy senkinek nincs ilyen strapás állása, mint az enyém. Agyonhajszolom magam. Ma reggel is rám telefonált Keniszkartás. Készítsek egy kimutatást, hogy a pöszmételében hány százalék a pöszméte, hány százalék a cukor, és hány százalék a piszok. Hát hogyan legyen türelmem ezzel foglalkozni, mikor annyi más munkám van, hogy belepusztulok. Ugyanis ma este vendégek jönnek hozzánk, a Tokodiék. Már illetőket visszahívni, mert szilveszterkor náluk voltunk egy ilyen kis házi bulin. Nem mondom, ragyogóan éreztem magam. Olyan csárdást jártunk Tokodival, hogy a Földtani Intézet pincében kilengtek a műszerek, és országos viszonylatban elrendelték a földrengés készültséget. Na szóval, estére lestük egy kis disznókarajt, átdöföm egy szál kolbászol is kész. Legalább én is eszem egy jó falatot. Más öröme úgy sincs az embernek az életben. Majd leúszom. Ugyanis az utóbbi időben kissé telt karcsú lettem, és ezért állandóan az uszodába készülök. Sajnos eddig még egyszer sem sikerült kimennem. Na de ekkora hajsza mellett kinek van arra is ereje, hogy hajnalban ugorjék ki az ágyból? Ma reggel is későn ébredtem fel. Reggelizni is alig tudtam. Hát persze a hivatalba is elkéstem. Na, nem baj, majd behozom. Amennyivel később érkeztem be, annyival korábban megyek haza. Minden esetre, ahogy telefonhoz jutottam, felhívtam Tokodiékat. Minden rendben, este várunk, mondta Milonkának. Nem jövünk, zokogott Ilonka. Összevesztem Jóskával, válunk. Akkotya fáját gondoltam, hát mi történt? Ilonka és Jóska 20 éve ideális házas életet élnek. Ilonka kezeli a pénzt, Jóska kezeli a porszívót és a mosógépet. Jóska mindig tudja, hogyan kell egy ideális férnek viselkednie. Ilonka gyakran megmagyarázza neki. Na de hát mi történt, drágám? Kérdeztem résztvevőn, és leintettem közben a főnökömet, aki egy jelentést mutogatott az orrom előtt. Jóska megcsalt, zokogott Ilonka. Egy gyönyörű kis lányjal látták együtt a Kati cukrászdában. Jóska persze esküdözik, hogy ártatlan. Na, gondoltam, minden férfi az ember. Na és kitől hallottad ezt a szamárságot, kérdeztem. Gizitől, mondta Ilonka. Hey, azonnal feltárcsáztam Gizit, hogy nem tudja tartani a száját ez a locska szájú. Te Gizi, mondom, Ilonka és Jóska házasságát tönkretette valami ostoba pletyka. Plötyka, kacagott Gizi. Kötelességemnek tartottam Ilonkával közölni, hogy látta valaki a férjét egy csinos kislányjal a Kati cukrászdában. És ki volt az a liba, akitől ezt a marhaságot hallottad, kérdeztem. Tőled, mondta Gizi kedvesen. Tőlem? Jézusom, tényleg tőlem hallotta? Csak az elfelejtettem Gizivel közölni, hogy ez a csinos kislánya Jóska saját lánya volt. Jaj, ezek után gyerekjáték volt Ilonkáikat kibékítenem, de most már meg kellett hívjam Gizit is, miután tudomást szerzett arról, hogy este házi buli lesz nálom. Gizi viszont magával hozza legújabb udvarlóját, Gézukát is. Köztünk maradjon, de apró hirdetés útján ismerkedtek össze. Gizi örök szerelmet keresett, Gézuka pedig egy örök lakást. Na de hát ez az ő magánügyük. Meghívtam még két szóló fiatalembert is, hogy Gézát Gizire féltékenyét tegyen. Jaj, az egyik a Jenő, nekem is nagyon tetszik. Magas, őszülő halántékú, és a szeme az így keresztbe néz. Soha se tudom, hogy engem néze, vagy mögöttem a kredencet. Szerettem az ilyen férfiakat. Örökös bizonytalanságban tartják az embert. Mondta is már nekem ez a Jenő, hogy vigyázzon, Cilike asszony, egyszer még megpróbálkozom magánál. Azóta egyfolytában vigyázok, de eddig még egyszer se próbálkozott. Lehet, hogy szép nem vagyok, de mégis hódítok, hogy miért, az többé nem titok. Szerencse jár én velem, bár ifjú még szívem, csak a régi módit kedvelem. Na persze, most már, hogy ilyen sokat leszünk, nem elég az a kis karaj. Leugrottam a hivatalból a közeli piacra, és vettem egy gömbölyű, gyönyörű kis kacsát. Legalább én is eszem egy jó falatot, más öröme úgy sincs az embernek az életben, majd leúszom. És ha már úgyis lent voltam, elszaladtam még a varrónőmhöz is, azért a kis rongyért, amit átalakítottam, és beugrottam a fodrászhoz is pár percre. Na persze, mire visszaértem az irodába, már elmúlt az ebédidő, odaveszett az ebédpénzem. Gyorsan bekaptam a büfébe valami apróságot, és felrohantam a szobámba, hogy főzzek
magamnak egy jó, erős kávét. Ez az egyetlen luxusom. Más öröme úgy sincs az embernek, majd megúszom. Mikor megittam a kávém, ránézek az órára. 9:50. Hát én nem vagyok normális. Egész nap agyon hajszolom magam, és akkor még munkaidő után is itt ez a fene a hivatalban. Hát lopom én az időmet! Nem sokat gondolkoztam. Felkaptam a kabátom, és úgy száguldottam le a lépcsőn, mint egy TU-104-es. Még a magánidőmet is odaajándékozzam a vállalatnak. Egy fétyészt! Jaj, ez a hajsza! Jaj, ez a hajsza! A hajam égnek mered, mint a macska bajsza. Nem győzök sírni, nem lehet bírni. Elég volt már a hajsza, most csinálja más. La la la, la la la, csinálja más!